Most a programunk azon része következik, amikor szalézi atyákkal beszélgetünk arról, hogy Sándor Istvánnal való személyes találkozásuk és a tanúságuk és az üzenet, ami nekünk szól a mának, azt hogy fogalmazzák meg számunkra. A beszélgető partnerek Bíró Lóránt atya, a Clariseum plébánosa, egyébként ő nem nyomdász, ha szabad ezt mondanom, hanem matematikus. Az se rossz. És nagy tisztelettel főtisztelendő Havasi József atya, a rendszerváltás tartományfőnöke. Három cikluson át 18 évig töltötte be ezt a nemes pozíciót, feladatot. És a centenáriumi évünk, ez a szalézi vidámság most már, a centenáriumi évünknek a hivatalos médiapartnere a Magyar Katolikus Rádió, és a rádiótól itt van Lengyel Ákos szerkesztő riporter, őt is szeretném bemutatni. Ő lesz az, aki beszélgetni fog az atyákkal, kérem hallgassák szeretettel. Bizonyára működik mindenki mikrofonja, igen. Ha már ilyen könnyedebb hangvétellel kezdtük el, akkor így is folytatom a beszélgetést, és csapjunk a közepébe. Mit keres egy szalézi szerzetes az Újpest-kőbányai metró építésén? Havasi atya. Hát annak köszönhetem, hogy 50-ben feloszlatták a rendeket. És utána 50-ben feloszlatták a rendeket, és... Két évig, 50 után még két évig megtűrtek minket a Váci szemináriumba, ahol nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon jó emlékeim vannak a két év után. Utána természetesen mindenhogy el kellett onnan is hagynunk, mi szerzetesek, és hát nem lehetett munkanélkül élni, az áruló volt, aki munkanélkül élt, és így aztán el kellett keresni, valami állást kellett keresnem, és amikor megtudták, annak idején még munkakönyv volt, ugye megtudták, hogy új munkakönyvem van, kérdezték, hogy honnan jön, hát mondom, szeminarista voltam. Hát jöjjön holnap, már meglátjuk, fölveszük, nem vettek fel sehova. Csak a metróba akkor kezdték építeni a metrót, oda fölvettek mindenkit, rablógyilkostól a volt miniszterig, volt kispapig, mindenkit fölvettek oda. A szerzetest is fölvették. Úgy kerültem oda, aztán két évig, vagy két hónapig ott kiúztam valahogy, nagyon nehéz munka volt. És utána már könnyebb volt munkáta lenni, mert a reakció mindig dolgozott, összetartottak a volt szerzetesek, és egy jó helyen beprotezáltak engem. És akkor megkérdezték, hogy hol volt, hát a metrónál dolgoztam. Mi hagyja ott? Hát nagyon nehéz volt. És így utána 4 évig építettem a szocializmust. Sokszor mondtam, amit itthon voltam, addig állt, utána dölt össze. Többen voltak egyházi személyek ott a metróépítésen? Tudtak egymásról? Hát azt nem tudom, a metróépítésen, mondom, mindenki volt. Amikor bekerültem az a gyárba, a fővárosi műanyag és töltött a gyárba, ott már egy volt szalézi vitt engem oda, és egy volt ferences is dolgozott oda, én megint egy volt szalézit vittem oda, tehát 3-4-en voltunk a fekete reakció ott a gyárba. Egy kis körkép. Milyen volt akkor a szalésziak élete Magyarországon? Ugye a 40-es, 50-es években sokkal többen voltak, mint most. Most 35 szalézi van Magyarországon, akkor azért akár 100-al is több volt. Most Bíró atyát kérdezem, hogy hogyan emlékszik vissza még a papnövendék, szerzetes növendék éveire? Hogyan volt akkor Magyarországon a szalézi jelenlét? Hát a szalézi jelenlét ott, eléggé, hogy mondjam, vigyázni kellett mindenre. Főként amikor az 52-es évben a szemináriumból is kipöcköltek bennünket. Én a Dániel Tibivel együtt jártunk be a központi szemináriumba. Tehát ott abban a két esztendőben oda jártunk,
de ugyanakkor hát otthon tevékenykedtünk. Én magam például a szomszéd plebániának, a Szent Józsefnek a kántora lettem, és hát ott nagyon szép volt az az énekkar, amit ott hagyott az elődöm, és azután, hát így, most nem volt más megoldás, találkozni eléggé ritkán lehetett és titokban. Amíg szabadlábon volt az Ádám Laci bácsi, meg a szabadlábon nem kezdődtek meg ezek a perek, addig az ember azért ezekkel össze tudott járni. Így a Sándor Pistának is az összejövetelén egyen-kettőn, amikor meghívtak, elmentem oda is. Tehát ilyen formában az olyan volt, mint egy hamvadó tűz, ami már kérem szépen, már fölült, már csak hamulátszik, aluljában pedig valójában ott a parázs. Tehát ez ilyen volt. És váltuk és kerestük a módját, hogy hogyan lehetne valamilyen formában átmenteni a dolgokat. Kifejezetten ez éltetett bennünket. A másik pedig az, hogy nekem egy speciális, nagyon szerencsés szituációm volt. Én a szüleimnél laktam, és a munkahelyemen, tehát a Szent József plebánián, ami nem volt akkor hivatalos munkahelyem, én csak hivatalosan főiskolás hallgató voltam, bejártam a teológiára. De ugyanakkor hát össze lehetett fogni ott a fiatalokat. És ez volt, ami éltetett engem rettenetesen, hogy azzal az énekkarral sok mindent meg lehetett oldani. Ott pici gyerektől kezdve egészen 80 éves korig, amit csak valaki járni tudott, az oda járt, és azután ilyen formában tulajdonképpen, ha nem is azt a szaléz életet tudtuk élni, mint amit hát mondjuk szerettünk volna, de ezekkel a fiatalokkal rendszeresen kirándulni tudtunk menni. Nem féltek az államhatalomtól? 50-ben volt a török fogadalma. Dehogy nem. És az isteni gondviselés azonban mindig figyelmeztetett dolgokra. Megvoltam rá győződve, hogyha kimegyünk ugye a hegyekbe, a budai hegyekbe, mert én délelőtt orgonáltam, és délben nem hazamentem ebédelni, hanem fogtam magamat, és a gyerekekkel meg volt beszélve, hogy hol találkozunk, nem a templomnál. Mert a templomnál annyira féltünk, hogy még a minisztránsoknak csak a keresztnevét, vagy a csúfnevét mertük kiírni a sekrestében is. Nem mertük kiírni a teljes nevüket, hogy ne jusson senkinek a kezébe. A gyerekekkel meg hát találkoztunk, ugye meg volt beszélve, akkoriban nagyon jól jött nekünk a 84-es autóbusz. Tudtuk, hogy mikor indul a végállomásról, és megbeszéltük, hogy ezen a vasárnapon most ekkor és ezzel a busszal fogunk menni. Percre tudtuk, hogy hány perc alatt jön a busz, és mindegyikünk abban a megállóba ment, ami neki legközelebb volt. Ilyen formában a buszban szépen összejöttünk. Aztán már, hát ki fog már a Szél-Kálmán térre, már ki fog törődni, vagy akkor Moszkva tér volt, hogy ki fog akkor törődni azzal, hogy mi ott megyünk kirándulni. Ez egy természetes dolog volt. Ezt egész, és olyan helyekre vittem mindig a gyerekeket, ilyen régi kőfejtőkbe, és egyéb olyan félreeső helyekre, hogy ne legyen feltűnő az, hogy a gyerekekkel foglalkozom. Meg voltam róla győződve, hogy sikeres a dolog. Egy picikét volt olyan rossz érzésem időközönként, hogy láttam, hogy fölülről úgy benézegetnek ottan, de nem gondoltam még akkor, hogy mennyire komoly ez a dolog. Egészen addig, amíg kerülő úton jóindulatú figyelmeztetést nem kaptam, hogy vigyázz, mert lesik, hogy mit csinálsz. Na jó, onnantól kezdve váltottam.
most már nem eldugott helyekre vittem a gyerekeket, hanem a legnyilvánosabb helyekre, az Anna rétre, meg aztán a Hűvösvölgyi nagy rétre, tehát olyan helyekre, ahol szem előtt voltunk. Akkor már arra is fölfigyeltem, hogy egy néhány bokkarral odébb, azt szerint, hogy hol játszottunk, néhány bokkarral odébb, ott mindig volt egy-két ember, aki kérem szépen ott töltötte szintén a délutánját, de hát csinálja, mit érdekelt engem. Nem láttam át, hogy mennyire veszélyes, amit csinál. Tudta ekkor, hogy mi történt Sándor Istvánnal? Nem. Csak annyit tudtam, hogy lebuktak. Ennyit tudtam. Találkoztam is vele még, mikor bujdosott. Akkor neki volt egy kérdése a kereszt levéllel, illetve azzal kapcsolatosan, hogy fölkérték őt keresztapának, mit írjak be. Hát mondta neki, Pistán, semmi gond nincs, azt mostani nevedet írd oda be. Semmi probléma nem lesz abból. Ez volt az utolsó találkozásunk. De megvoltam akkor is győződve, hogy nem a mi nyakunkra járnak. Tehát ez bizonyos szempontból, hogy megnyugtató volt a számomra. Úgyhogy hát heti két alkalommal volt énekóránk, másfél óra hosszat, a templomban volt az énekóra, és azután az, hogy olyan jéghideg templomban voltunk, hogy sokszor befagyott a szentelt víz, az se akadályozta meg a fiatalokat abban, hogy jöjjenek, örömmel, boldogan jöttek, mert ez egyszerűen nekik egy óriási élmény volt, mert hát nyilván azokat vittem aztán kirándulni, meg minden. Sőt, a szemtelenséget még tovább fokoztam a rendszerrel szemben, mert képes voltam, amikor a szüleim már elhaltak később, akkor kérem, a saját lakásomon csináltam színdarabokat, meg ilyen dolgokat. Folytatjuk majd ezt a szálat. Havasi atyát kérdezem, 51-ben tette le az örökfogadalmat. Miért vállalta? Ön nem félt? Azt mondtad őszintén, nem. Soha az életemben nem féltem. És nem is gondolt arra, hogy félni kellene? Nem. Nem. Ugyannyira említettem, amikor 1950. június 13-án minket hazaküldtek Mezőnyáradról, mindenkinek el kellett menni, akkor én kb. 5-6 nap múlva visszamentem önként Mezőnyáradra, úgyhogy vállalni aztán két hónapig ingyenkoszton éltünk, mert a házat lefoglalták. Nem féltem. Mindig az volt az én gondolatom, nem szabad félni, és jobb mindig támadni, mint megijedni. Tehát mindig támadni kellett, az jobb volt. Ez volt a szerencsém a gyárba is, és ez volt a szerencsém annak ellenére, hogy gyárba voltam, teológus voltam, annak ellenére, hogy az érettségim az egyházi érettségi volt, az a szalézek aláírva, fölvettek a főiskolára. És akkor megkérdeztek, hogy hol volt, mondom, egyházi érettségim van, szakérettségim van. És elfogadták. Nem féltem. Nem azt mondom, hogy nem voltam néha egy kicsit bizonytalan, de hazudnék, azt mondanám, hogy féltem volna. Hogyan történt ez az örökfogadalom 51-ben? Hát örökfogadalom úgy volt, ugye ennek volt előzménye volt, mert a Váci szemináriumban az első voltam, akit behívtak katonának 51. szeptemberébe. Elsőnek. Mentem a püspök úrhoz, püspök úr, itt van a behívó. Azt mondja, fiacskán, nem tudok segíteni rajtad, eddig még nem hívtak be soha senkit katonának, nem tudok rajtad segíteni. Hát én elmentem haza az édesanyámhoz, őszintén mondom, egész éjszaka imádkoztam. Mit csináljak? Hogy menjek be katonának? Végül úgy döntöttem, hogy reverendába, cingulusba vonulok be. Két dolgot gondoltam. Vagy nem engednek be, vagy ott tartanak, akkor 3 évig, 2 évig hülyének tartanak, vagy fognak szivatni. Tényleg bevonultam reverendába, de be se engedtek a kaszárnyába. Hogy miért jöttem én ide? Hát mondom, engem hívtak ide, nem jöttem ide önként. Akkor reggel 8-tól kb. 1 óráig jött az egyik, jött a másik, hogy van itt, végigjött egy, nem tudom milyen rangja, a rangokat soha nem ismertem most se, hogy milyen rangok vannak a katonaságnál. Jött egyik azt mondja, hogy látja ezt, mondom, látom a behívomat. Széttépte. Hogy ígérjen meg, hogy Lenin és Stalin szerint fogja oktatni a híveket. Mondom, én csak az evangélium szerint tudok oktatni.
Na jó, van, akkor elmehet. Hát mondom, nincs pénzem visszamenni Vácra. És akkor még egy szabadságos levelet is kaptam, és mi reverendába katonai szabadságlevélre mentem vissza Vácra. Hát ott fogadtak nagy ovációval. Mi történt utána? Engem soha, 56-ig voltam itthon, engem utána soha nem zavartak. Kiírtak. Úgy gondolták, hogy na hát ez nem normális egészen. Hogy engem soha nem hívtak be, még katonai szolgálatra se. Ez jó Isten segítsége volt. Sándor Istvánnal hogyan találkozott? Hát a Sándor István először még 43-ban találkoztam, amikor Clariceumban mentem, utána 50-ben, amikor a rendeket feloszlatták Mezőnyárádra, én azonnal a tartományfőnökségre mentem Rákospalotára, és ő volt az első, aki üdvözölt engem, hogy miért jöttem oda, én meséltem neki, hogy minket szétküldtek Mezőnyáradról, akkor találkoztam vele, ott volt a 51-ben, december 8-án az örökfogadalmon is, hárman voltunk, ugye zárt ajtók között a örökfogadalom letétel, és utána még a 50 és 52-ig még sokszor bejártam az Ádám atyához, úgy hallották a könyvbe is, nagy szerencsém volt, hogy előbb mentem haza, mint nem mentem az Ádámmal, mert akkor talán engem is letartóztattak volna. Többször találkoztunk. Halász atya nemrég mesélte, hogy Sándor István milyen lelkiismeretesen és milyen vidáman nevelte és oktatta a fiatalokat a szakmára is, a nyomdás szakmára. Milyen emlékeik vannak, először bíró atyát kérdezem, arról a nyomdáról, amit most már eléggé érdekes módon nem található meg. Igen. Nos, ahogy a nyomdászokkal hogy foglalkozott, ebben nem tudok, hozzászólni, mert nekem, én még akkor nagyon fiatal voltam, és hát még gimnazista is voltam, úgyhogy nekem kívül esett maga a nyomda, mint olyan. Viszont a Sándor István egy nagyon érdekes egyéniség volt. Nem akart villogni, nem akarta mutogatni magát, nem nagy képűsködött, nem játszotta meg magát. Ő annyira egy volt közülünk, és talán ebben rejlett az, hogy annyira szerettük őt, hogy nekünk csak mint Sándor úr szerepelt az oratóriumban, és ha valami volt, ha Sándor úr így, Sándor úr úgy, akár arról volt szó, hogy kérem szépen, én még a hintás korszakban találkoztam vele először, és akkor kértük, hogy hajtson meg bennünket. Ilyen láncos hinták voltak ezek, négy ilyen ülőhelyjel, abból ha hármat hagytak röpülni, egyet pedig megfogtak, és a középen ott körjöztök vele, akkor a másik három az kiröpült, és nagyon széles körbe röpült. Hát az nekünk egy akkora élmény volt akkor, hogy az nem igaz. És mindig megtalálta a helyes és azt a módot, amivel ő kedvessé tudta tenni magát még akkor is, ha nem tudta teljesíteni, amit kérünk. Ilyen volt az, amikor kérem szépen a film is beszél róla, hogy Sándor úr, hajtson meg! Miért kértük ezt? Mert az intézet és a nyomda között, ahogy ő elég sokat kellett, hogy menjen az egyik helyről a másikra, ott közte volt ez a láncos hinta, tehát útbe esett neki. Most ilyenkor hajtson meg, ha ő megtehette, örömmel és szívesen megtette, és élvezte ő is, hogy mi hogyan élvezzük ezt a repülést. Amikor már jól megröptetett bennünket, akkor utána már úgy szaladt tovább. Ha meg nem tudott, akkor meg vegyél be a hashajtót, aztán az majd meghajt jelszóval, szaladt tovább, mert nem volt ideje rá, hogy megcsinálja. De ő mindenben ilyen volt. Ha ő látta azt, hogy itt valamit tenni kell, vagy tenni lehet, nem várta azt, hogy nem tudom, a tartományfőnökség külön írásba közölje vele, hogy ezt vagy azt csináld meg. Ő saját hatáskörében, amit lehetett, mindent megtett.
ilyen formában tette meg azt is, amikor már a rendbe beléptem, jelöltként Mezőnyárádon voltam, nem vittem magammal a téli holmit. Csak nyári holmit vittem magammal, én nem kértem meg, a szüleim sem kérték, és ő felkereste a szüleimet, és megkérdezte, nem akarnak-e nekem valamit küldeni. De akkor a szüleim már tudtak róla, hogy nekem nincs téli holmimot, anyám összecsomagolt, és ő bizony két jó nehéz csomaggal jött, kérem szépen, és meglepett vele, hogy itt van, kérem, itt van a téli holmit, kérlek, hát te hogy gondolod te azt, hogy gondolod te a telet így? Láttuk ezt az épületet a filmben, amit most a film kedvéért nyitottak ki. Mi jutott eszébe, amikor évtizedek után bemehetett ide? Hogy mi jutott eszembe? Hát kérem szépen, én nap mint nap kívülről méregettem azt az intézetet, és megmondom úgy, ahogy van, hogy mindig fáj egy kicsit a szívem. Sőt, megdöbbenve nézem mindig, hogy azt az egész háztömböt azért nem bontották le a kommunista rendszer, hát hogyha az intézet terjeszkedni akar, akkor meglegyen ez a lehetősége. Óriási dolog, hogy nem bontották le, és illetve nem csináltak oda panelházakat, mert így megvan az a lehetőség még ma is, ha egyszer megnyílik a lehetőség annak, hogy az intézet kell a mi kezünkbe kerüljön, olyan lehetőséget kapunk, ami egyedülálló Budapesten. Mi van most abban az épületben? Ezt én nem tudom, hogy egyáltalában ők tudják-e saját maguk, hogy mi van ottan, mert olyan furcsa dolgokat lát az ember, az olyan, mert furcsa dolgokat hall, eltekintve attól, hogy amikor több lány volt ottan, akkor rendszeresen átmászkáltak a kerítésen, vagy a templom felé, vagy pedig a plebánia felé, mert pontosan szét vagyunk vágva, úgyhogy nekem egy negyed órába telik, míg a templomból elmegyek a plebániára, mert az ugyanazon a telken van, de az egész mindenséget meg kell kerülnöm. Na mostan, az emberben ilyenkor önkéntelenül úgy felmerül a dolog, hogy milyen csodálatos dolog lenne, ha ott át lehetne menni, ha az a miénk lenne, milyen csodálatos dolog lenne az, és mit lehetne itt mindent létrehozni. Fantasztikus lehetőségek vannak ott. Hát ez aztán már Sándor Pistának a dolga lesz. Én megmondtam neki, Pista, mi elintézzük a boldogáltatásodat. Te intézd el azt, hogy ez az intézet, amikor mi már képesek leszünk ezeket megcsinálni, és megfelelően birtokba venni, hogy akkor azt visszakapjuk, és annak megfelelően tudjunk aztán ott gazdálkodni, és az ifjúságnak a javát szolgálni. Bíró atya mondta, hogy összeültek arról beszélgetni, hogy hogyan tudnák átmenteni a dolgokat. Havasi atyát kérdezem, aki aztán sok dolgot átmentett, meg visszamentett, hogy hogyan került külföldre. Két lábbal elsősorban. Hogyan? Hát, hogy én mondottam, hogy 1956-ban volt a forradalom. Nagyon emlékszem arra, hogy november 3-án a bíró atya is, még más is odajöttek hozzánk, és mondja, hogy a tartományi főnök azt ajánlja, hogy menjünk külföldre. Akkor mi összejöttünk fiatal papok, kispapok, hát most menjünk haza, amikor van remény, hogy itten dolgozhatunk. Meg aztán mégint elkezdeni tányért mosni, meg krumplit pucolni, folyosót mosni, már egész idősek vagyunk, nem megyünk. Másnap reggel aztán beállt a krach, és hát sajnos már nem is mehettünk volna.
Utána találkoztam, vagyis volt igazgatónk, azt mondta, maradjatok csöndbe, majd én jelzem, hogy mikor megyünk ki. Hát én darabig vártam is, és meglátogattam a tartományfőnököt, persze akkor ide vagy alok körülött menni, az Anna templomig, Óbudára, és azt mondja, te még itt vagy. Hogy itt vagyok. A többiek már mind kimentek, azt mondja. Hát én borzalmasan dühös lettem életemben nagyon. De azt mondja, nem menj el, majd én közlöm, hogy menj el. És hát hihetetlen, a Jóisten mindig az emberben van. Közölte velem, hogy Moson Szent Jánosnál át lehet menni. Életemben nem tudtam, hol van Moson Szent Jánosnál. Soha az életben nem hallottam róla. Csak annyit mondott, hogy a keletiből indul 9 órakor, vagy fél 9-kor, nem tudom pontosan, a vonat onnan indul, és azzal lehet odaérkezni. Hát mi aztán még egy másik társammal, az is szalézi volt, akkor most már nem, meg is halt, még egy munkatársammal, így dolgoztunk a gyárba, elindultunk, és hát amikor bejött a vonat, én gyakoroltam már háború után, az ablakon beugrottam, és mindjárt helyet foglaltam négyünknek. Amikor megállt a vonat, hát beőzönlött a tömeg, bejöttek ilyen kucsmás parasztok is, és helyet akartak foglalni. Azt mondják, hogy mondom, hogy uraim, ez már el van foglalva, nem? Hát tőle hova mennek? Moson Szent Jánosra. Mondom, életemben nem tudtam, hol van, és mindjárt ott a keletibe, ott. Hát mondom, hogy csinálunk helyet, üljenek ide, majd összesorolunk mindent. Hát aztán, hogy egyszer csak szedik össze a holmiaikat Győr előtt. Hova mennek? Leszállnak. Hogy? Hát át kell szállni, azt mondja, soprai vonatra, mert ugye ez már itt jönnek az oroszok ellenőrizni. Hát átszálltunk, és kérdezik, hogy diszinálni akarnak? Hogy diszinálnak? Hát mi Sopronba megyünk, mi nem megy diszinálni. De aztán egyszer megint kócsalódnak, hova mennek? Hát leszállunk. Hogy mi is leszállunk. És ezek az emberek segítettek át a határon. Úgyhogy 2 napig tartott ez a menekülés. Hogyan jutott át a határon? Gyalog, még egyszer mondom, 2 lábon. Este volt, emlékszem, esett is a hó, havas eső volt, és elindultunk kb. 5 óra felé, mert már szürkölet volt, de lehettünk valami 20-an, amikor mentünk, és egy bizonyos idő után iszonyatos lövések jöttek, mert az oroszok meghallották az lármát, akkor lőttek. Az volt a szerencse, hogy nem ránk lőttek, mert először egy Sztálin gyertyát lőttek föl az égre, és volt időnk lefeküdni. És akkor így aztán reggel érkeztünk meg Ausztriába. Az is csodálatos volt, nem hittük, hogy már ott vagyunk, de amikor megérkeztünk egy köves útra, annan itt már biztosan demokrácia van, mert ez az út nagyon szépen néz ki, nem magyaros útviszony van. És akkor ketten kiálltunk, az én társam, aki szalizi volt, és kiálltunk, hogy segítség. Hát egyszer meg is jelentkeztek a csendőrök, fogadtak minket, Andóba bevittek, nagyon szépen elláttak, és akkor mondtam, hogy mi nem maradunk itt, mert mi szaléziek vagyunk. Hát bizonyára nem voltak a mi pártunkon, azt mondja, akkor csinálják, mit akarnak, mi nem tudunk segíteni tovább. De aztán mégis jött egy teherautó, és kérdezik, merre mennek. Azt mondja, Bécs felé. Hát akkor elvisznek minket, elvisznek. És megint itt van a isteni gondviselés, Mönkhomban leraktak minket, Barátfalva, és hát reggel korán volt, harangoztak, elindultunk a templom felé, és ott van a ciszterek vannak. És akkor jelentkeztünk a cisztereknek, hogy hát mi menekültek vagyunk, szaléziek vagyunk, hát persze nem hittek azonnal, hála Istennek, én sem hinnék azonnal, minden jött mennek. És azt mondták, jó, megmondtuk a telefonszámot, Bécsbe hova megyünk. Jó, azt mondja, jöjjünk vissza ebédre, és akkor minket meglátogattak. Hát kitűnő ebédet adtak, éltem először ettem fácán húst és vörösbort és mindent. És a rektor, vagyis a prior kikísért minket a buszállomásig, és mindjárt megvette a jegyet, és mindjárt még 100-100 shillinget adott. Nagy pénz volt akkor. És így érkeztünk meg Bécsbe. Bécsbe délután, december 1-én, advent vasárnap előtt, és ott aztán ott fogadtak minket, és ez a szép, amit elmondtam a 2 prenunciusunknak is, azonnal otthon éreztem magamat, azonnal otthon voltam, szívesen fogadtak, és úgy aztán indultunk el az útra a Torinóba. Szalézi mindenhol szalézi, és mindenhol igen, ezt mindig hangsúlyozom, én ezt mindig hangsúlyozom, tudják a volt kispapjaim is, hogy mi először katolikusok vagyunk, utána szalésziak, és utána vagyunk a magyarok, vagy németek, vagy. És egy szalézi, ahol dolgozik, az otthon van. És ezt éreztem Olaszországban 5 évig, vagy 4,5 évig, és
több mint 30 évig Bécsbe éreztem, úgyhogy most, amikor megyek, hogy tudják, hazamegyek, itthon vagyok, Bécsbe otthon vagyok. Ez a szalézi élet, és nagyon szépen 30 évig dolgoztam Bécsbe. Mennyire tudta követni kint, hogy mi történik Magyarországon, pláne a renden belül? Hát ez nagyon könnyű volt, mert ugye azért a szalíziak azonnal keresték csatornákat, hogy hogy lehet valamit kapni, hol lehet a kapcsolatot fölvenni, és hát a Bécsbe az nincs messze Budapesttől Bécs, és hát már a 60-as évek közepe felé már soknak sikerült vízummal kijönni, a kapcsolatot fölvenni, jó magamat, jó magam, 10 évig nem jöttem haza, pedig itt voltam 60 kilométerre határtól. Utána aztán én is jöttem haza, és ez volt aztán valószínűleg a vesztem is, hogy sokat jártam haza, és aztán haza rendeltek. Mindig kihangsúlyoztam, én nem hazajöttem, hanem hazaküldtek. Arról mikor hallott, hogy mi történt Sándor Istvánnal? Hát az már természetesen itthon voltam én még, hát persze mondom, hogy a 52-ben, hát olvastuk a könyve is, még júniusban együtt voltam Ádámmal, dolgoztunk együtt, és utána nem tudtunk semmit, évekig nem tudtunk, hogy élnek, halnak, hol van, senki nem tudott semmit se. Csak beszélgettek, valószínűleg letartóztatták a Szitkejét, a Vargaladát, a Dániel Tibit, és akkor gondoltuk, hogy de nem tudtunk semmit itthon, és hogy hol vannak, mint vannak, csak később tudtuk meg, hogy elítélték őket, és csak későn tudtuk meg, hogy Sándor István kivégezték. Azt nem tudtuk mi. Bíró atya, itthon tudták-e tartani a kapcsolatot a rendtársak egymás között? Tudtak-e egymásról, kivel mi történik, hol van, mit csinál? Nagyon óvatosan kellett eljárni. Én például Vámos atyával tartottam a kapcsolatot. Oda rendszeresen átjártam, ilyen baráti kapcsolat volt közöttünk, és azután őtőle, amit így megtudtam, de tulajdonképpen aztán a tartományfőnök urat azt is fölkerestem időközönként, de azt is sokkal ritkábban. Viszont a részletekben nem lehetett belemenni. A Zana pedig az ott lakott eredetileg, a mostani bejáratnál, itt a hátsó bejáratnál, ahol most a plebániára járunk be, ott a második házba lakott. Az édesanyja ott lakott. Ők sem tudtak semmit. Semmit nem tudtak. Na most én úgy tudom, hogy úgy ugrott ki a dolog, hogy ez, én így emlékszem vissza rá, hogy a Zanának valami rokona külföldről jött haza, és kereste őt. És mivel senki nem tudta, hogy hova lett, ő ezt hivatalos útra vitte. És akkor a hivatalos úton akkor közölték vele, hogy azt ekkor és ekkor kivégezték, stb. Szóval így alakult ez. Most ön a Clarisseum plébánosa, ugye? Igen. Sándor István is ott volt. Hogyan ápolják az ő emlékét? Hát kérem szépen. Amit lehet, mindent mozgósítunk ebben az irányba. Hogy mennyire mindent mozgósítunk, hát az is látszik, csak nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Borzasztó korlátozottak. Tehát, ha azt nézzük, hogy a templomnak egy pici kis udvara van tulajdonképpen, és utána egy negyed óra sétálásra lehet a plebániát csak elérni, hát ott, míg a fiatalabb voltam, és jobban bírtam az ugrálást a gyerekekkel, ott egészen szépen, csöndesen egy nagyon jó kis oratóriumot tudtunk összehozni. Ez nagyon szépen működött, egészen addig, amíg aztán, hát, ugye én sem bírom most már az, hogy kirándulni menjek, az, hogy a gyerekekkel focizzak, és játsszak velük, meg minden. Hát ez most gondot jelent, de hát reméljük, hogy ennek is hamarosan majd úrrá leszünk e fölött, a gond fölött is. Most viszont nagyon szépen felszaporodtak a munkatársak. A munkatársak viszont ténylegesen megértik azt, hogy itt tennünk kell, össze kell fognunk, hogy egy jó plebánia legyen, és olyan legyen, hogy ténylegesen tudjunk
akár körmenetben, akár Sándor István ügyben, akár az animátor ügyekben úgy szerepelni és úgy helytállni, hogy az ténylegesen méltó legyen a Clarisse. Záró kérdés mindkettőjük, hiszen mind a ketten Újpesten vannak most. Szomszéd. Mennyire ismerik az újpestiek Sándor Istvánt, a történetet, a vértanúságát? Először akkor Bíró atya. Az a helyzet gyakorlatilag, hogy eltekintve attól, hogy minden szentmisének a végébe, a hívek könyörgésébe beleveszik azt, minél előbb boldoggá olvassuk, aztán megvan az emlékmiséje, megvan aztán még valaki van, akiről meg kell emlékeznünk. Ott dolgozott a nyomdában az úgynevezett Klári néni, Szántó Klára. Na most van, kérem szépen, amikor a nyomdát persze államosították és mindent elvettek, akkor ő is aztán hát máshova kénten volt elhelyezkedni, és aztán nyugdíjba ment, és mikor én oda kerültem, akkor átvette a sekrestjét, és hát kérem, nekem angyali dolgom volt, mert ő mindent, ami a sekrestjével kapcsolatos, az Isten tiszteletekkel kapcsolatos, neki minden a kis ujjába volt, a díszítéstől kezdve minden, és úgy állt helyt, hogy kalapot leelőtte. Tehát maga... Sándor István egyik feladatkörét akkor most ő látta el. Tulajdonképpen ő látta el, de most még valamit szeretnék ezt hozzáfűzni. Közben ő kiöregedett, úgy, hogy ápolásra szorul. Most kéntenek voltunk elhelyezni, mert semmi ki rokona nincsen, aki vele törődni tudna, aki vele foglalkozni tudna, aki ápolni tudná. Elhelyeztük ott Újpesten egy ilyen öregek otthonában, és kell jellemző a kedves híveinkre, úgyhogy kalapot emelhetünk előttük. Minden vasárnap, kérem szépen, a 10:30-es misére valaki kocsival elhozza őt. Ezt beosztják egymás között a hívek, és nincs olyan vasárnap, hogy őt el ne hoznák, és akkor ő kivirágzik. Most fogja betölteni, kérem szépen, a 100. életévét. A 100. életévét, kérem szépen. Most fogja betölteni, tulajdonképpen ő úgy fogalmaz néha, hogy a Sándor Istvánt akkor végezték ki, amikor neki a születésnapja van gyakorlatilag, és hát azt mondja, ez a kettő most mindig összefolyik, úgyhogy együtt szoktuk ünnepelni minden évben, kérem szépen. Egyrészt az ő emlékét és az ő vértanúságát, és a Klári néninek pedig, kérem szépen, az éveit. Most már azért szurkolunk rettenetesen, hogy ugye most lesz aktuális majd júniusban, és akkor hát kérem, mindent igyekszünk megtenni, hogy viszonozzuk az ő szeretetét és kedvességét, amivel. Ő egyébként nagyon jól ismerte Sándor Istvánt, ő nagyon szépen tud mesélni, és mesélt is már többször róla. Kérem, kalapot leelőtte, mikor egy civil ilyen. Na most az ő példája, és ez az elfoglaltság, ami van, ez kérdezően annyira inspirálja a kedves híveinket, hogy akinek kocsija van, és lehetősége van rá, mert vasárnaponként idehaza van, mondom, elhozzák minden vasárnap. És a jellemző rá, hogy amikor első időben elhozták, akkor beült a padba, és akkor az a virág, az nem jó helyen van, az kicsit odabb kell tolni, olyan szeme van neki még ma is, hogy az fantasztikus, de egy gyöngyszem tulajdonképpen az a hölgy, ami és igen dicséretre méltó, amit ő életében produkált és megtett. Havasi atyától kérdezem, arrafelé Sándor István ismert
Hát hazudnék, ha nagyon jó ismert. De mi szaléziák megpróbáljuk, hogy megismerjék, ugye. A szentbeszédeimben én is, meg a Sándor atya is mindig kitérünk rája. A templomban ki van téve az ő képe, a boldog a válaszai, imádkozunk minden nap, és hát a mi híveink, mondhatjuk, azok ismerik, de hazudnék, ha nagyon ismert volna. De az tudom, hogy Káposztás megyeren, ahol úgy plében, ott is próbálják, és nagyon szépen a ottani lelkipásztorok nagyon támogatják a Sándor Istvánnak a kultuszát, a boldog avatását, ugye. Köszönöm szépen a beszélgetést Bíró Lóránt atyának és Havasi József korábbi tartományfőnöknek, hogy mindezt elmesélték Sándor Istvánról, illetve az életükről. Köszönöm.